Petőfi Sándor Arany Lacinak. Laci, te! Hallod-e? Jer ide! Jer, ha mondom, rontom, bontom! Ülj meg itten az ölemben! De nem ott szany, mert különben megtalállak csípni. Így mi? Ugye fáj? Hát ne kiabálj! Szájadat beted, s nyisd ki füledet! Nyisd ki ezt a kis kaput, majd meglátod, mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tarkalepke, tarkalepke kismese, szállj be Laci fejébe. Volt egy ember, nagy bajuszos. Mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt víz a vederben, kapta magát, telemerte. És vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne locsolnia? Vagy ihatnék? Nem bíz a... Telt vederrel a kezében, a mezőre ballag szépen, ott megállt, s körülnézett. Ennye, vajon mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot, hisz olyat már sokat látott. Vagy a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát. Vagy tán amott azt az embert, ki amott a kendert áztatóba hordja, arra sincsen gondja, mire van hát, e bugattát. Már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget, a vizet miért hozta ki. Űrgét akar önteni. Ni, ott az űrge, hű, mi fürge, mint szalad. Pillanat, s odabent van, benn a lyukban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, s belemti a veder vizet. Torki tele lett. A szegény kis űrge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték, s mostan itt van, karjaimban, mert e fürge, pajkos űrge, te vagy, Laci, te bizony!